Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Minden szeretetnek a kereszt utat kell járnia. Azóta, mióta a megtestesült szeretet ezt tanította, és ő maga is a megtestesült szeretet a kereszt utat járta. A kereszt út órái a szeretet vizsgájának órái. Uram, azt akarunk, hogy azokat az órák, amelyek úgy próbára tették szeretettedet, mint az arany a tűz, csendes emélkedésben vonuljanak el szemünk előtt. Szereteddet szenvedéseid állomásai, téged követve akarunk végigjárni, hogy azokon mérhessünk föl szeretettünket. Első állomás, Jézus halálra ítélik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Krisztus halálig tartó szeretettel szeretett minket. Arról ismertük meg a szeretetét, hogy életét adta értünk, nekünk is így kell egymásnak szeretnünk. Nekünk is életünket kell adnunk a testvérünkért. Amíg erre nem vagyunk hajlandók, amíg el nem szánjuk magunkat, hogy emberi társainkért feláldozzunk életünket, mégpedig olyan tökéletesen, mint az üdvözítő tette, addig nincs meg bennünk az igazi nagy szeretet. Uram, milyen kicsi is az én szeretemet, ha a te szeretetet nagyságához mérem. Készen kellene lennem életem odaadásra, és mennyivel inkább annak odaadására, ami kisebb, mint az élet. Mindenemmel, amim csak van, erőimmel, képességeimmel, időmmel, vágyonommal készen kellene lennem, hogy testvéremnek szolgálják. Inkább neki kellene ezekkel szolgálnom, mint magamnak. Uram, segíts, hogy embertársaimat ne csak szóval és nyelvvel, hanem tettekkel és igazsággal szeressem. Szeressem egészen a halálig azzal a nagy szeretettel, amellyel a te szerettél minket. Könyörülj rajtunk, Urunk!
Második állomás, Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. A szeretet minden elvisel, a keresztet is, amelyet mások raknak rá, nem morogodva, nem keletlenül, hanem türelmesen és odaadóan, sőt örömmel, mint ahogy az üdvözítő hordozta a kerestét. Ez a szeretet örül, ha mások terhét hordozni is, ezzel Krisztus szeretetének parancsát teljesíteni tudja, mint azt a apostol parancsolja. Mit jelent mások terhét hordozni? Azt megmondja Szent Benedek, amikor regulájában felszólítja a szerzeteseket, hogy kölcsönösen, türelemmel viseljék el egymás testi és lelki gyengeségeit. Minnyájunknak vannak gyengeink, nyomorúságaink, testi fogyatékonyságaink, jelenbeli hibáink, és gyakran bizony elég nehéz ezeket elviselni. Ezért egyik a másiknak segítsen viselni a terhét, teljes türelemmel. Azzal a türelmes, minden elviselő szeretettel, amellyel az üdvözítő egykor az emberiség bűneiknek terhét hordozó fájdalmas keresztjével. Minnyájunk üdvére és a megváltásra. Üdvözítőm és megváltom, add nekünk a te türelmes szeretettedet. Adj, Uram, szeretettet, amely minden elvisel. És engedd, hogy itt társad legyek szenvedő embertársaim üdvözítésében és a megváltásában. Könyörölj rajtunk, Urunk! Könyörölj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkedet. Harmadik állomás, Jézus először esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Szent kereszted által megváltottad a világot. Szörnyű és csodálatos is egyszerre, hogy mi minden visel el az isteni szeretet az emberektől. Megengedi, hogy kigunnyolják, bántalmazzák, szittiporják, kínozzák, minden elképzelhető gyalázattal élessék, és mégsem szűrik meg szeretetét. A szeretet sohasem szűnik meg. Az a szeretet, amelyik magát jobban szereti, mint emberi társait, azaz ellen szenvé, és gyűleletté változik, ha nem kap viszonzást. Az igazi szeretet sohasem szűnik meg, sőt azokat a szenvedéseket, amelyeket a szeretet személy okoz neki, felajánlja áldozatként érte, hogy a másokat megválthasson szeretetlenségtől. Mindaddig, amíg nem ezt tesszük, nincs meg bennünk az igazi szeretet. Uram, add nekünk a te áldozatos szeretetted, amely sohasem szűnik meg.
Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szemben. Negyedik állomás. Jézus találkozik édes anyjával. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Mária példaképe azoknak, akikben az igazi szeretet él. A tökéletes szeretet ugyanis az, hogy az ember a keresztet hordozó, üdvözítő mellett jár. Vele és általa minden elszenved és eltör. Minden feláldoz, a legkedvesebbet és a legdrágabbat is, ami úgy hozzon őt a szívéhez, mint a gyermeke. Én örömes hozzak áldozatot, mondja a szeretet. Sőt, magamat is feláldozom lelketekért. Engesztelő és kérő áldozatként, az üdvözítővel együtt, akár csak Mária tette. Mária, a szív szeretet anyja, a fájdalmat anyja, taníts meg minket az igazi szeretetre. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeket. Ötödik állomás. Cirene és Simon segített Jézusnak a keresztet hordozni. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Nehéz szeretni azt az embert, aki szemünkben méltatlannak tűnik a szeretetre. Aki gonosztevőknek látszik, de nézz csak ennek az embernek a szemébe. Akkor neked is, mint a cirenei Simonnak, az üdvözítő szeme ragyog a szemedbe, és az ő szavai lesznek hallhatók, amit egynek a legkisebb testvéreim között tettetek, nekem tettétek. Uram, add meg a szerető hitet, hogy minden emberben téged lássalak, minden szenvedőben, minden kereszt hordozóban neked szolgáljak. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekben. Thank you.
Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. A szeretet jutalma. Minden egyes szerető jót tett mindjebben belénk, visi Krisztus képmását. Minden szeretettel tökéletesebben átalakulunk az ő hasonlóságára. Világosságról világosságra egyre jobban második Krisztussá válunk, és ennek így kellene lennie, hogy minden keresztényről elmondható lehessen, ami az üdvözítőnk jóságáról és az emberek szeretetéről, hogy körüljárt jó cselekedvén. A keresztényenek is úgy kellene körüljárni az életben, mint Jézusnak. Neki is a szeretet gondolatait kellene gondolnia, a szeretet szavait kellene mondania, a szeretet cselekedeteit tennie. Így beteljesedne rajta az üdvözítő szava, amely szerint tanítványai a felbaráti szeretetről lehet megismerni. Üdvözítőm, adj erőt a szeretet cselekedeteihez, hogy a te képed egyre ragyogobban előtűnjék bennünk. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken! Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ó, ha farizeusok és római katonák, akik üdvözítőnket a kereszt úton olyan szívtelenül bántalmazták. Sejtették volna, hogy ő mennyire szereti őket. Nem töltötte volna el hideg szívüket szégyen és bánat. És mi is, ha Isten szemével néznénk, észrevennénk, hogy csendes áldozatuk, imádságuk és türelmük által talán épp azok az emberek mutatják irántunk a legnagyobb szeretet, akik felé mi ezt a legkevésbé gyakoroljuk. Sőt, akiknek szeretetlenségükkel talán sokszor keserű szenvedés okozzunk. Uram, add, hogy lássak, engedd, hogy ne ismerjük félre testvérünk szeretetét. Ne engedd, hogy büszkén mások felé emeljünk magunkat. De segíts, hogyha a mi szeretetünket félre érték, sőt visszaélnek vele, akkor se szűnjek meg tovább a szeretni, úgy, amint te tetted. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeket! Thank you.
Nyolcadik állomás. Jézus találkozik a síró jeruzsálemi asszonyokkal. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus, akit senki sem vigasztal, vigasztaló szavakat talál az asszonyok számára. A szenvedések és a panasz tengerében elmerülve mások szükségeire és nyomorúságára gondol. Igen, ilyen a szeretet. Rögtön elfelejti a saját szenvedéseit, ha mások fájdalmai látja. Nem ír rá, hogy saját szenvedéseit gondoljon, ha valaki más az ő segítségére szorul. Másokon segített, magán nem tud segíteni, mert ő csak arra gondol, hogy adjon, és közben megfeledkezik arról, hogy kapjon. Milyen szerencsések lennénk, ha a másokkal való töredés miatt önzetlenül megfeledkeznénk saját szenvedésünkről. Az adás miatt arról, hogy kapjuk is, hiszen csak úgy jobb adni, mint kapni. Ó, önzetlen szerető üdvözítőm, add nekünk a tökéletes szeretet, amelyik megfeledkezik önmagunkról, nem keresni a magunkért, aki mindig kész adni. Add, hogy majd ebben a szeretetben üdvözüljük. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. A szeretet háromszor roskod le a földre az emberek ütlegei, és a bűnök keres súlya alatt, de nem marad fekve. Tudja, hogy mégis győzedelmeskedni fog a bűn, a haláltlanság és a félre ismerés fölött. Tudja, hogy ő mégis mindeneket magához fog vonzani. Természetesen majd csak akkor, ha a földről felemeltették, ezért mindig újra felküzdi magát, amíg a Kálvária hegyet el nem éri, amíg minden fel nem áldoz, az utolsó cseh vérét is odaadja. Mi könnyen panaszkodunk, hogy az emberekből hiányzik a szeretet, ahelyett, hogy belismernénk, hogy bennünk nincs elég szeretet. Még jobban kell szeretnünk, még többet kell adnunk, még több áldozat kell hoznunk, még magasabbra kell mennünk, egészen a Kálvária hegyére, amíg mi is felemeltettünk, csak ha majd minden ünzés meghal bennünk, csak ha majd a megfeszített üdvözítővel együtt mi is egészen odaadása és áldozata válunk, akkor lesz mi szeretetünknek is minden
legyőző ereje, amelyik mindeneket magához vonz. Uram, add kegyelmedet, hogy mi is minden feláldozzunk szeretetből. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Tizedik állomás, Jézus, megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Aki el akarja venni tőled a köntösödet, add oda neki a palástodat is. Mondta egykör az üdvözítő. Most a Kálvárián nem csak a köntösét és a palássát adja oda. Egészen mesztelenné, csupasszá válik szeretetében. A szeretet számlalás és mirigykelés nélkül ad. Azt adja, amilyen van. Nem kérdezi, hogy marad-e még neki valami. Uram, akkor látom, milyen önző vagyok én, ha szeretetemet a tiéddel összehasonlítom. Szakíts ki belőlem mindent, amihez szívem még önzően ragaszkodik. Amit nem lennénk hajlandó minden percben odaadni neked és embertársaimnak. Tépj ki mindent, hogy hozzád hasonlóan egészen üressé, szegényé, mesztelenné és csupaszá váljak szent és önzetlen szeretetben. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken! Tizenegyedik állomás, Jézus a keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az üdvözítő ellenségeiért imádkozik, miközben azok őt keresztre szegezik. Képes lennék-e arra, hogy ugyankor, amikor gúnyolják, amikor kinevetnek, kínoznak, megvetnek, keresztre feszítenek, imádkozom azokért, akik nekem fájdalmat okoznak? Képes lennék-e szívből imádkozni bántalmazóimért és ellenségeimért? Úgy, ahogyan az üdvözítő tette.
Az üdvözítő imádsága nem csak jámbor kívánság volt, hanem maga az áldozat kínzói ért. Nem csak egyszerű kérés volt ajkaival, hanem kíró áldozat. Amíg nem tudok én is így imádkozni és áldozat bemutatni, addig nincs meg bennem az igazi szeretet. Az üdvözítő imádkozik, nem tudják, mit cselekszenek. A szeretet nem gondol rosszat, senki nem ítéli el, mindent remény. Egy emberről sem mond le, még akkor sem, ha külsőleg igen rossznak látszik is. Ó, milyen szeretetlenül gondolkodunk és ítélkezünk mi a másokról. Uram, add nekem az igazi szeretetet. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Tizenkettedik állomás. Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az üdvözítő már minden odaadott. Meztelenül és csupaszon függ a kereszten. De szeretette még mindig azt keresi, hogy mit tudna adni. Ekkor megpillantja édes anyját, és még őt is nekünk adja. Íme a te anyád. Még végül felkiállhat, beteljesedett, mindent feláldozott. Most már megkezdődhetnek a szeretet diadala. Felemeltetve a földről hozzá kezdhet, hogy mindenki magához vonzon. A százados a kereszt alatt ennek szeretetnek a zsengéje. Azután azok az emberek, akik mellüket verve és bűneinket megbánva megrendültek. Majd a pokol tornácáról Isten boldogító látására eljutott lelkek, és végül mindazoknak a lelkeknek milliójai és milliárdjai, akiket megmentett a mindhalálig szerető és megváltó szeretet. Uram, adj nekünk szeretetet, szeretetet,
amely a halálig tart, hogy üdvözöljön ez a világ. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgyan a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védd minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemet teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te mihedne gyümölcse, Jézus. Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Tizenharmadik állomás, Jézus testét leveszik a keresztről, és édes anyja ölébe fekteték. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert a szent kereszted által megváltottad a világot. Legtöbb embert a hálatlanság, a félreismerés, a bizalmatlanság, a szeretetlenség kemény szívűvé és zárkozattá teszi. Az üdvözítő szívét ez a sok keserűség inkább még jobban kinyitotta, és így az utolsó vércsöpek és a szeretet áldozatként jöttek ki belőle. Amíg minden, ami minket az emberek szeretetlensége még keserebbé tesz, addig hiányzik belőlünk az igazi szeretet. Hiszen a szeretet nem gerjed haragra, nem válik keserővé, szívünknek olyannak kell lennie, mint a megváltó szíve. Átszúrták, de ezzel csak szeretetének kincsei hozták nyilvánosságra. Tövéssel teleszúrták, de a tövések nem tudták szeretetének lángját eloltani. Keresztre szegezték, de szeretetének lombogása magasabbra csapott a keresztnél. Jézusom, tedd szívemet olyanna, mint a tiéd. Olyanna, mint a anyád szeretette, akinek lelkét a te szíveddel együtt szúrták át, és tiéddel együtt lett a kegyelemmel te szeretet forrása. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken! Thank you.
14. állomás. Jézus testét a sírba helyezzék. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ragyogva áll az üdvözítő sírja fölött, min halálig szerette őket. Egészen a végig, végsök ég, el kell mennie szeretetünknek, erőnk és életünk végig. Olyannak kell lennünk, mint Emmerich Katalin álmának, aki álmában kivette szívét kebeléből, és végtelen sok ember között szétosztotta. És miután a legutolsó darabokát és elajándékozta, írja, teljesen üres lettem, halálosan fáradt, ekkor megjelen nekem Jézus a kereszten. Azt mondtam neki, Uram, most már igazán nincs semmim. Ő azonban nekem adta szívét, és így szólt, itt van neked az én szívem. Részesed belőle, majd belém helyezte szívét. Ismét erős lettem, és felébredtem. Jézusom, én is így szeretném, bárcsak mindenki ilyen lenne, hogy egész szívét szétosztaná, még a legutolsóbb darabokát is elajándékozná, hogy egészen üres lehessen minden önzéstől, és tele lehessen a te szeretetteddel. Akkor majd egykor mi a sírunk fölött, és ez állhat, min halálig szeretet. Jutalmunk pedig a te mindvégig tartó szeretetted lesz az örökű valóságban. Ámen, ámen, úgy legyen. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Végig emlékeztünk a kereszt utat, amelyet az Úr szeretetből írtunk járt. Most rajtunk a sor, hogy magunk is végig járjuk. Nehéz, áldozatos út ez. Ez a keskeny út, amelyről Szentírás így emlékezik meg. De ez az út vezet a boldogsághoz. A szeretethez visz, amely minden felülmül. Elvezet az Istennel és az emberekkel való teljes közösséghez, a Krisztusban való boldogító egyéválláshoz. Rajta, kedves testvéreim, szent közösségben járjuk együtt a szeretet kereszt útját. Jézus velünk lesz, ő vezet minket, és előttünk jár. Ő a mi segítőnk. Lássátok, királyunk jár előttünk. Menjünk utána férfiasan, félelem és aggódás nélkül. Készen arra,
hogy meghaljunk. Miért is kellene félnünk a haláltól? Az marad a halálban, aki nem szeret. Mi azonban tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mivel szeretjünk testvéreinket. Könyörögjünk. Tekints le, kérünk Istenünk, családodra, amelyért a mi Úrunk Jézus Krisztus vonatkodás nélkül a bűnösök kezére adta magát, és vállalta a keresztre feszítés kényjait. Kérve kérünk, Úrunk Jézus Krisztus, legyen erőnk keserves kiszenvedésed, az védjen, őrizzen és oltalmazon meg minket. Szent sebei legyenek az étel és étal, amelyek táplál és gyönyörködtet. Hulló szent véred legyen minden vitkünk tisztogatója és elégtétele. Halálod legyen örök dicsőségünk. Amen. Kedves testvéreim, kedves híveink és kedves nézők, Krisztus nevében köszönjük, hogy együtt közösen végigjártunk a kereszt utat. Azért kérem a jó Isten, ahogyan mi szívvel, örömmel végigjártunk a szenvedő állomásaiban. Ő is ugyanígy szeretettel, örömmel látogassa minden problémáink, látogasson minden bajaink, látogassa minden betegségeinket, és szeretetével, kegyelmével oldja meg nekünk. És kérünk a jó Isten, hogy az ő kegyelmével ebben a nehéz helyzetben, ahogyan örömmel, szeretettel végigjártunk az állomás szenvedéseiben, ő is végigvezessen minket az üdvösségre. Kérünk a jó Isten, hogy ebben a nehéz helyzetben, amely került a világban, az ő kegyelmével tegyen a szívünkben olyan képességet, olyan szeretet, olyan erőt, amivel tudunk ebben a nehéz helyzetben még jobban hozzáragaszkodni. És a Krisztus nevében tovább szép estét, és áldott, mosolyogos hétvégét kívánok mindnyájunknak. Fogadjunk szeretettel az Isten áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A kereszt utat végigjártunk, menjünk békével. Istennek legyen hála.